Nagy sztár voltál akkor, tehát az FLM-mel? Mit tudom én már? Hát nem tudom. Egyrészt Magyarországon nincs is olyan. De hát a 90-es években azért volt. Jó, 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 de hát ebből mi maradt? Nézd meg a Fridit. Te voltál a nagy sójában annak idején? Hát, hogy ne lettem volna. Szerintem, dolgoztam is vele. Ki is rúgtak onnan. De miért? Mit csináltál? Hát itt tovább csajoztam. De mi volt a feladatod? Én voltam a show előmelegítő. Voltál bemelegítő? Igen, nagyon, nagyon élveztem, az nagyon vicces volt. Ezt csináltam, és akkor jött Szalontai Szilvia a közönség kellős közepén. Hál' és ő lett én a megláttam, barátnál. Igen, én megláttam a Szilvit, és így, hát először azt hittem, hogy a Rábaközi Andi. aki, hát, de aztán kiderült, nem, ez egy fiatal csaj. Az Andi egyel van följebb, tehát hogy nem azért, mert az Andi öreg lett volna, mint én. Te egyszer megpróbáltam felszedni a Rábaközi Andit, aki azt mondta nekem, hogy nem nyitok óvodát. Azt mondta, és ezzel szoktuk röhögni, igen. Mondta, hogy azóta sem nyitok óvodát. Na, irgalmatlan módon leoltott. Tehát, még biztos meg is érdemeltem, tehát hogy nem is kérdés. És akkor megláttam ezt a lányt, akkor kiderült, hogy ez nem a Rábaközi Andi, és akkor bementem, miközben a Fridi vette föl az élő adást. Én a díszletből próbáltam meg a dittegetni a csajnak. És simán összejött? Hát nem simán, de beletelt egy két napba. De mindenőt megkaptál akkoriban? Hát nagyon kevés volt az, aki nem mondta azt, hogy oké volt. Három vagy négy talán van az időben. Az egész országban. Nem tudom, hogy az egész és országban. És én 54-ként? Külföldön? Hát ugyanilyen könnyen ment? Akkor már egyébként nem ez volt a fontos. Tehát, hogy nekem... De ez a pasnak mindig fontos. Hát amikor... Ha szingli vagy, amikor, persze. Amikor még ez a fiúzenekorozás volt, akkor volt egy ilyen mondásom, hogyha nem kapják el a grabancodat a buli után, akkor valamit rosszul csináltál. Atya úristen, hány bulitok volt? Hát, ezer fölött. Nagyon sok, hát nagyon.